belvíz miatt késnek a vetéssel. A Felső-Tiszavidéki vízügyi igazgatóság működési területén közel 5000 hektárt borít belvíz, és három szakaszon van érvényben készültségi fokozat. Adótartozók listája. Az élen egy budapesti székhelyű cég áll több mint 1,6 milliárd forint adóhiánnyal, de a magánszemélyek adótartozása is eléri a csaknem 4,5 milliárdos összeget. Új görögkatolikus főpásztor, Szocska Ábel Bazilita szerzetest, a Szent István rendtartomány tartományfőnökét nevezte ki Ferenc pápa a nyíregyházi egyházmegye püspökévé. Országosan és megyénkben is nőtt a belvízzel elöntött területek nagysága. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A Felső-Tiszavidéki vízügyi igazgatóság működési területén közel 5000 hektárt borít belvíz, és három szakaszon van érvényben készültségi fokozat. Ezeken a földterületeken a következő hetekben még biztosan nem lehet elkezdeni a munkálatokat. Ez a kétéltű lánctalpas vízikasza éppen Demecser határában tisztít meg egy csatornát. Erre azért van szükség, mert a növényzet csökkenti a csatorna keresztmetszetét, és ezáltal a víz áramlási sebességét is. Jelenleg naponta 500 ezer köbméter vizet eresztenek le a belvíz sújtotta területekről Szabolcs-Szatmár-Bereng megyében, ami a kaszálás után még tovább gyorsulhat. Három védelmi szakaszon még mindig készültség van elrendelve. Ez azt jelenti, hogy 10 szivattyútelep dolgozik folyamatosan. A napi átemelt vízmennyiség, befogadóba emelt vízmennyiség megközelíti az 500 ezer köbmétert naponta. 54 fő végzi a munkát. Ezen túlmenőleg a területen is vannak feladataink, hiszen a létesmények folyamatos ellenőrzése is feladatot jelent. Vízkormányzásokat végzünk a műtárgyakkal a kedvezőbb levezetés érdekében, és szükségessé vált a vízfolyási akadályok elhárítása és a területek elöntött területek felmérése. A szakaszvédelmi vezető szerint a napokban véget érhet az elsőfokú készültség, azonban Rácz Imre, a megyei agrárkamara elnöke szerint bizonyos földterületek még hetekig járhatatlanok maradnak. A tavaszi vetésiek közül kb. 168.500 hektárt kívánunk bevetni a tavasszal napraforgó, illetve kukorica, illetve borsó, csemege kukorica. Itt az átnedvesedett területek, a 168 ezer hektárból körülbelül 15 ezer hektár, ez is nem ér el a 10%-ot, és ebből 879 hektár az, amit borít jelenleg víz. Én azt gondolom, hogy a tavaszi munkákat ez nem akadályozza, nyilván a gazdálkodók nem azzal a területtel akarják kezdeni, mondjuk a napraforgó vagy kukoricavetést, amelyik át van nedvesedve, és a 3-4 napig süt a nap, illetve megfúj egy szél, akkor ezek a területek csökkenni fognak, és egyre többet művelés alá lehet vonni. A szakértők szerint a belvíz miatt nem kell számítani a vetés szerkezet átalakulására, az arányokban azonban lehet némi eltolódás. Elképzelhető, hogy kissé visszaesik majd a szójavetés területe, miközben már most is jóval az igények alatt termelnek szóját Magyarországon. A szükséges 600 ezer tonna helyett jelenleg mindössze 150-200 ezer tonna terem, a hiányzó mennyiséget pedig döntően rosszabb minőségű GMO-s termékekkel kell pótolni külföldről. A Nemzeti Adó és Vámhivatal 98 adózónál állapított meg jelentős összegű adóhiányt 2018 első negyedévében. A listát egy budapesti székhelyű cég vezeti több mint 1,6 milliárd forinttal, de a magánszemélyek adótartozása is eléri a csaknem 4,5 milliárdos összeget. 2018. január 1-től nehezebb elrejtőzni a végrehajtások elől, ugyanis a Nemzeti Adó és Vámhivatal végrehajtási hatósággá vált. Az új szabályozás értelmében már 500 000 forintnál kisebb tartozás esetén is elrendelhető az ingatlan végrehajtás. 2017 harmadik negyedévében a Nemzeti Adó és Vámhivatal a 10 és 100 millió feletti adótartozók listáján 2889 magánszemélyt és 1856 társas vállalkozást tartott nyilván. 2018 első negyedévében ezek a számok magánszemélyek esetében emelkedtek. Itt 2969 adótartozót tartanak számon, míg társas vállalkozás esetében 1791-re csökkent a fekete listán szereplők száma. Magyar Norbert elmondta, a listáról csak abban az esetben lehet lekerülni, amennyiben a tartozás kiegyenlítésre kerül.
Nemzeti Adó és Vámhivatal 180 napon túl tartozók listáját negyedévente közzéteszi a honlapján. Ez azt jelenti, hogy magánszemélyek esetében a 10 millió forint feletti tartozással rendelkezők jelennek meg ezen a listán, illetve a társas vállalkozások esetében a 100 ezer forintot meghaladó tartozók jelennek meg. Nagyon fontos megemlíteni, hogy ezek a tartozások nem folyamatosan keletkeznek, hanem egy-egy végrehajtási eljárás során jelennek meg ezek a tartozások, illetve egy-egy akár vagyonosadási vizsgálat során buknak ki ezek a nagyobb összegű tartozások. Ilyenkor az adózók akkor kerülhetnek le a listáról, hogyha a tartozásokat már kiegyenlítették. 2018. január 1-től az adó végrehajtások területén is változások történtek. Ugyanis ettől az időponttól kezdve a Nemzeti Adó és Vámhivatal általános végrehajtási hatósággá vált. Ez azt jelenti, hogy például a jogosulatlanul felvett álláskeresési, szociális vagy gyermekvédelmi ellátásokat is az adóhivatal követeli majd vissza. Végrehajtási eljárások menetében az a változás történt, hogy egyébként az adók, illetve a vámtartozások behajtásán túl, ugye köztartozásokat is a Nemzeti Adó és Vámhivatal hajtotta be, most már az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti tartozások is, illetve végrehajtási cselekmények is Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz tartoznak. Ez azt jelenti, hogyha valamilyen olyan jellegű megkeresést kapunk, amely akár például épületbontására vonatkozik, vagy bármilyen más jellegű végrehajtási cselekményt kell végrehajtani a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak, akkor azt a kollégáink fogják megtenni, illetve a megfelelő cégek bevonásával az adós terhére és költségére fogják elvégezni azt a fajta munkát, amelyet nem volt hajlandó a végrehajtási eljárásban résztvevő személy megtenni. Könnyítés lehet azonban az adósok életében a fedezett csere lehetősége. Ennek értelmében az adós kérheti, hogy lefoglalt ingóságát oldják fel a foglalás alól, amennyiben olyan vagyontárgyat ajánl fel, mely a tartozás értékét eléri. Szocska Ábel Bazilita szerzetest a Szent István rendtartomány tartományfőnökét nevezte ki Ferenc pápa a Nyíregyházi Egyházmegye püspökévé április 7-én. Az új főpásztor 2015-től apostoli kormányzóként vezette a görögkatolikus egyház kormányzati egységet. Szocska Ábel 35 perc című műsorunkban elmondta, püspöki kinevezésével vált teljessé a 3 éve alapított Nyíregyházi Egyházmegye felállítása. Az új püspököt május 10-én Nyíregyházán szentelik fel és iktatják be tisztségébe. 2015-ben a görög katolikus metropólia létrejöttével alakult meg a Nyíregyházi Egyházmegye. A görög katolikus egyház kormányzati egység élére azonban akkor Ferenc pápa nem nevezett ki püspököt, hanem az egyházmegye vezetésével 2015. október 31-én Szocska Ábel Bazilita szerzetes bízta meg. Ő apostoli kormányzóként látta el feladatát egészen idén április 7-éig, amikor a Szent Atya a Nyíregyházi Egyházmegye első püspökévé nevezte ki. Ezzel vált teljessé az új egyházmegye felállítása. Megvan a folyamata annak, amikor egy egyházmegyét alapítanak, hogy hogyan válik abból egy teljes jogú egyházmegyévé. Van, amikor exarchátust létesítenek, van, amikor az egyházmegyét kinevezik. Az exarchátus egyfajta előszobája a püspöki az egyházmegyének, de még nem rendelkezik teljes egyházmegyei ranggal. Ez úgy tudnám inkább megfogalmazni, hogy apostoli kormányzóként nem láttam el teljes egészében püspöki feladatot, de mégis püspöki feladat volt rám bízva. A Nyíregyházi Egyházmegye területileg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét fedi le, így a legkisebb az ország másik két egyházmegyéje, a Hajdúdorogi Főegyházmegye és a Miskolci Egyházmegye mellett. A templomok, az intézmények és a hívek számát tekintve azonban a legnagyobb a 3 egyházmegye között. Szocska Ábel szerint ez nagy feladatot és felelősséget jelent számukra, hiszen jelentősen átalakult a korábbi egyházi szerkezet. Úgy látom, hogy napjainkban egy picit változik az egyházi szerkezetnek a felépítése. Korábban egy templom köré csoportosultak a híveinknek a többsége, és gyakorlatilag a papnak a paplakból a parókiáról ki sem kellett mozdulni, mert a hívek látogatták a templomot, megkeresték az adott egyházközség lelkipásztorát. Napjainkban ez egy picit változik. Talán a papjainknak nekem is aktívabban be kell kapcsolódnunk a mindennapi élet dolgaiba, és úgy látom, hogy a templomaink mellett az intézmények, oktatási intézmények, szociális intézmények, ezek mind olyan lehetőségek, amelyek kapcsolatteremtésre adnak lehetőséget, hogy azokkal az emberekkel, akikkel már nem találkozunk a templomban, vagy azokkal a fiatalokkal, akikkel nem találkozunk a közösségi termékben, azokkal tudunk találkozni egy-egy intézményen keresztül.
Szocska Ábel a püspöki hitvallást a Mária Pócsi bazilikában teszi le a május 9-i alkonyati istentiszteleten, püspökké szentelését és beiktatását pedig május 10-én a nyíregyházi Szent Miklós székesegyházban tartják. Ötven embert szállítottak busszal a budapesti tüntetésre az MSZP képviselői Nyíregyházáról, mondta el Csabai Lászlóné. Az MSZP megyei alelnöke nyíregyházi sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, nem politikai bolha cirkuszban voltak, hanem véleménynyilvánító tüntetésen, ahol a többség olyan egyetemistákból állt, akiktől az ország jövője is függ. Jeszenszky András, a párt városi elnöke hozzátette, a tüntetés egyfajta társadalmi szövetség volt, ahol pártra és életkorra való kötöttség nélkül adtak hangot a tisztességtelen kampány ellen, valamint azon emberek összefogása, akik tudatnák a kormánnyal, hogy nem senki, aki nem a Fideszre szavazott. Egy nagyon jó hangulatú, mindenféle korosztályt és társadalmi csoportot felvonultató demonstráció volt ez, amelyről elsősorban azt kell talán megfogalmazzuk, hogy a méltóság teljesség jellemezte ezt a demonstrációt, tehát erőszakmentesen, provokáció nélkül és a megfelelően intelligens szónoklatok megtartásával demonstrált az ott jelenlevő nagyjából 100 000-es tömeg a kormány egyoldalú médiát kisajátító választási rendszert eltorzító és hát nyilván egyeduralomra törekedő politikája ellen. Két személygépkocsi ütközött össze hétfőn délután Nyíregyházán a Ferenc körút és a Korányi Frigyes utcák kereszteződésében. A balesetben egy ember sérült meg. A város hivatásos tűzoltói a járműveket áramtalanították, majd a forgalmi akadály megszüntetésén dolgoztak. Három tematikus napon több mint 10 programot kínál Nyíregyháza az ifjúságnak. A közel 20 szervezet összefogásából létrejött ifjúsági hét célja, hogy kimozdítsa a fiatalokat a megszokott ritmusból és segítse a közösségépítést. Szórakoztatás, oktatás és nevelés. Ezek a fő céljai az ifjúsági hétnek, amelyet első alkalommal rendeztek meg Nyíregyháza főterén, amikor is tematikus napok várják a belvárosban sétáló fiatalokat. A holnapi nap témája legyen tánc, amelynek keretében középiskolások és profi táncosok mutatják meg tudásukat és inspirálják mozgással járókelőket. A hétfői nyitónap is sok érdekességgel várta az érdeklődőket. Társasjátékokat és virtuális játékokat próbálhattak ki a fiatalok a legyen játék keretein belül. Most a játékkal kezdünk, de mivel az élet az nem csak játékból áll, holnap kultúra, holnap után tánc, illetve hagyományok lesznek. Csütörtökön egy ifjúsági konferencia lesz majd az egészségügyi karon, amely a ifjúságnak a problémáival foglalkozik, és arra próbál megoldást keresni, hogy hogyan lehetne jobb és szebb itt Nyíregyházán, vagy akár Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, illetve Magyarországon élni. És hát pénteken Hello Nyíregyháza, amit tavaly megpróbáltunk átalakítani, és lépésről lépésről meg is tesszük az ifjúságnak, az ifjúságért, minél fiatalosabb legyen. Rengeteg civil szervezet lesz kint, akik az ifjúsággal, az ifjúság problémáival foglalkoznak, de emellett kint lesz a Nyíregyházi Egyetem, a katonaság, rengeteg árus, a piciknek ugrálóvárok, és hát este pedig egy öreki fiú bikininek a koncertje, hogy a mostani fiatalság is megismerhesse azt, amit mondjuk mi a 90-es, 80-as évek végén vagy 90-es évektől már ismerünk. A rendezvény célja, hogy minél érdekesebbé tegyék a várost azon fiatalok számára, akik jelenleg itt élnek, és a jövőben a város vezetésébe is beleszólhatnak majd. Ezért idén közel 20 ifjúsággal foglalkozó szervezet települ majd ki a Hello Nyíregyháza programjait kísérve. További újítás, hogy a színpad ezúttal nem a Kossuth téren lesz felállítva, hanem ahogy a Vidor Fesztiválról már megszokhatták a városlakók a templom melletti területen. Az eseményt már 7. alkalommal rendezik meg, ezúttal az ifjúsági hét záró programjaként. Tizenkét pontos győzelmet aratott a Sunshine Nyikse, és továbbra is őrzi harmadik helyét a tabellán Kovács Tibor együttese. A nyíregyházi kosarasok az MB2 22. fordulójában lejátszott mérkőzésen 96-84-re verték a Deac második csapatát. A Sunshine Nyikse legközelebb Békés Csabán lép pályára. Megújult környezetben fogadta a Deac második csapatát a Sunshine Nyikse. Az NB2 keleti csoportjában szereplő nyíregyházi gárda a Bánki csarnokában játssza hazai meccseit, és az egyesület vezetői igyekeznek mindent megtenni azért, hogy a körülmények folyamatosan javuljanak.
A sportágfejlesztési program részeként elvégzett beruházásnak köszönhetően a szurkolók a korábbinál komfortosabb körülmények között nézhetik a mérkőzéseket. A mögöttem látható lelátó az, ami most teljesen új arculatot kapott, új korlátot, polikarbonát bevonatta, a könnyebb átláthatóság kedvéért, ülőszékesítettük, magasításokat végeztek el benne a szakemberek, és természetesen így könnyebb végignézni a mérkőzést, mint a korlátnak támaszkodva. Természetesen a tornaterem egy biztonsági kamera rendszert kapott, egyrészt biztonsági funkciót lát el, hiszen figyeli ugye biztonsági szempontból a különböző külső behatolásokat, ettől védi a termet, illetve az öltözők bejáratát figyeli, a folyosókat, valamint lehetőséget ad például, hogy streamen kiadjuk a mérkőzést magát majd a későbbiek során, és adott esetben közvetíteni tudjunk innen interneten online ugye mérkőzéseket. Reméljük erre egyre több lehetőségünk lesz majd. A Deac elleni találkozót a vendégek kezdték jobban, de az első negyed végén már a hazaiak vezettek 8 ponttal. A folytatásban folyamatosan 10 pont körüli volt a két csapat közötti különbség, végül a nyíregyháziak 12 pontos győzelmet arattak egy küzdelmes mérkőzésen. Azt tudtuk, hogy egy erős ellenfél, egy képzett ellenfél ellen kerülünk össze. Kintről nagyon jó kezű játékosok alkotják az ellenfelet, nagyon sok pont van az ellenfélben, ezt az eredményeik is mutatják. Alapvetően arra készültünk, meg azt tudtuk, hogyha szoros aktív védekezéssel tudunk dolgozni, szorítunk a védekezésen, akkor van esélyünk a győzelemre, mert összképben azért a pontok nálunk is megvannak. Ez a meccs nagy részében sikerült, viszont 80 pont fölött kapni az nem igazán illdomos, és ez tette nehézzé a mérkőzést. Az NB2 keleti csoportjának tabelláját a Ceglid vezeti 20 győzelemmel és egy vereséggel a 19-3-as mutatóval álló Szolnok előtt. A 18 győzelem mellett három vereséges számláló Szentsen Nyikse pénteken Békés Csabán lép pályára. A kormányhivatal csapata nyerte a 20. paragrafus kupa kispályás labdarúgó tornát, a második helyen a Városháza csapata végzett, a harmadik helyet pedig a NAV együttese szerezte meg a 8 csapatot felvonultató rendezvényen. Jubileumához érkezett a paragrafus kupa, 20. alkalommal mérték össze tudásukat az igazságszolgáltatás, a közigazgatás és a rendvédelem képviselőiből összeállított csapatok a nyíregyházi Bemiskola tornacsarnokában. Az országban egyedülálló rendezvény 2 évtizeddel ezelőtt 4 csapattal indult, a 20. tornán pedig már 8 együttes lépett pályára. 1999-ben, amikor a jogászegylet elnöke Hubai Pál ügyvéd úr volt, és Szemás Sándor úr, ebben az időben kezdeményezte azt, hogy legyen egy olyan sportrendezvény, ahol a futballt szerető férfiak megvívnak, és minden hivatásrend részt vesz benne, tehát az ügyvédek, az ügyészek, a bírák, a büntetés végrehajtásban dolgozók, a közigazgatásban dolgozók. Eleinte még csak pár csapat vett részt, de az évek során kibővült, és most már Városháza, kormányhivatal, stb. És minden évben megmérkőznek. Temen Sándor szervezőként és játékosként valamennyi tornának résztvevője volt. Mint elmondta, a pályán harc, a fehér asztal mellett pedig baráti hangulat jellemzi a rendezvényt. A Liverpool legendás edzője Bill Shankly óta tudjuk, hogy a labdarúgás az nem élethalál kérdése, sokkal több annál. Ez így van ezeken a mérkőzéseken is, de az a jó, hogy a mérkőzések hevébe férfias küzdelem zajlik, de utána mindig jó hangulatban befejezzük a tornát, eszünk, iszunk és eltöltünk egy kellemes napot. A tornát végül a kormányhivatal nyerte a Városháza és a NAV együttes előtt. A gólkirályi címet az ügyészek csapatát erősítő Mészáros Attila szerezte meg, a legjobb kapusnak a bíróság hálóőrét Éles Krisztiánt választották, a legsportszerűbb csapatnak pedig a büntetés végrehajtás bizonyult. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket, még egyszer, röviden. Országosan és megyénkben is nőtt a belvízzel elöntött területek nagysága. A Felső-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság működési területén közel 5000 hektárt borít belvíz, és 3 szakaszon van érvényben készültségi fokozat. Ezeken a földterületeken a következő hetekben még biztosan nem lehet elkezdeni a munkálatokat.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal 98 adózónál állapított meg jelentős összegű adóhiányt 2018 első negyedévében. A listát egy budapesti székhelyű cég vezeti több mint 1,6 milliárd forinttal, de a magánszemélyek adótartozása is eléri a csaknem 4,5 milliárdos összeget. 2018. január 1-től nehezebben rejtőzni a végrehajtások elől, ugyanis a Nemzeti Adó és Vámhivatal végrehajtási hatósággá vált. Az új szabályozás értelmében már 500 000 forintnál kisebb tartozás esetén is elrendelhető az ingatlan végrehajtás. Szocska Ábel bazilita szerzetest, a Szent István rendtartomány tartományfőnökét nevezte ki Ferenc pápa a Nyíregyházi Egyházmegye püspökévé április 7-én. Az új főpásztor 2015-től apostoli kormányzóként vezette a görögkatolikus egyház kormányzati egységet. Szocska Ábel 35 perc című műsorunkban elmondta, püspöki kinevezésével vált teljessé a 3 éve alapított Nyíregyházi Egyházmegye felállítása. Az új püspököt május 10-én Nyíregyházán szentelik fel, és iktatják be tisztségébe. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták, április 17-én kedden, friss hírekkel holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk. Kezdetben észak felől hideg front érinti a Kárpát-medencét. Többnyire nedves, néhány fokkal hűvösebb levegő érkezik. Szerdán döntően a tőlünk nyugatra, észak-nyugatra található anticiklon alakítja térségünk időjárását, szárazabb levegő áramlik hazánk fölé. Az előttünk álló éjszaka eleinte többnyire erősen felhős lesz az ég, majd csökken a felhőzet és gyengén felhős idő várható. Esőzápor szorványosan valószínű, helyenként zivatar is kialakulhat. Éjjel már kicsi a csapadék esélye. Az északi szél időnként megélénkül, de zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. Reggelre általában 9 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés várható. Csapadék nem lesz. Az északi szél megélénkül, helyenként megerősödik. Délutánra 21 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincsen térségünkben. A következő napokban többnyire csak kevés gomoly felhő zavarja a napsütést. A hétvégéig nem valószínű csapadék. A jövő hét elején néhol már kialakulhat záporzivatar. Lényeges változás nem várható sem a minimum, sem a maximum hőmérsékletekben. Folytatódik az ilyenkor szokásosnál melegebb tavaszi idő.